A kiállítás címe Ókértől Ozoráig, a Tolna megyei nemzetőrség megszervezése 1848-ban. Az apropóját pedig hát a 170. évforduló adja, hiszen 1848 márciusától 1848 október 7-éig terjed a kiállításunknak a tartalma. Ezen belül van egy blokk, ez Percelmornak szentelt, hiszen Bonyhádi egyetlen és Tolna megye egyetlen 48-as honvédtábornok Percelmor és Bonyhádnak a legnagyobb fia máig, azt mondhatjuk. Itt két tárgyat látunk a vitrinben, az egyik Percelmor bibliája. Ennek a bibliának külön története van, ugyanis ez egy úgynevezett aranyos biblia, Misztótfalusi Kis Miklós Utrechtben nyomott bibliájának a 7. kiadása 1730-ból, amely eredetileg a Kazai családé volt, majd a Kazai családtól a Sárközi családhoz került, és amikor Sárközi Júliát feleségül veszi Percelmor, így az ő bibliája lesz. Ez a biblia kíséri őt 1848-49 csatáiban, ott van vele, és kíséri az emigrációban, ami 1867-ig tart, 1849-től. Mint minden családi biblia, tartalmazza a születendő gyermekeknek ugye a nevét, és ott, abban az országban, annak a királynak a nevét is fölveszi. Hát ha egy Törökországban született fiú van, akkor a Szolimán második névvel bírt. Azon kívül 1891-ben készített egy bejegyzést a tábornok, ahol felsorakoztatja családjának 50 tagját, menyeit, unokáit, stb. És végül pedig megemlíti nevelőjét, Vörösmarty Mihályt. Ezért van itt egy Vörösmarty kép. A Bibliának az az oldala van kinyitva, amely a címoldal, és két másolat mutatja a kétféle bejegyzését a tábornoknak. A másik a tábornoki Attila. A Biblia és a tábornoki Attila, ez Vátyról került Szigetvárra, és ott Molnár Imre bácsi a szigetvári várbaráti kör vásárolta meg a körnek, és mivel úgy gondolták, hogy ennek Bonyhádon van a helye, ezért került Bonyhádra, és vettük meg ugye a múzeum számára. A kard a megyei múzeumból való, gyakorlatilag egy jurátus kard, amit általában hordtak azért abban az időben, a 19. század első felében, közepén. A harmadik tárgyunk Percelmor tábornok olajképe. A tábornok természetesen tábornoki pózban látható, egy nyitott könyvvel, karddal az oldalán, és hát a címert is fölrakta a festő, a Percel család címerét, amely négyes osztatú, két oroszlán, illetve két haránypója van rajta. A képet Percel Bertalantól kaptuk, és a múzeum leltárában, a Völgységi Múzeum leltárában van. Percel Miklós az Északiak egyenruhájában 1861-65 tájékán, akkor ezredes. 1848 koranyarán, tavaszán pedig őrnagy, itt van a miniszterelnöki kinevezés, miniszterelnök távolétében Mészáros Lázár hadügyminiszter írta alá. Zászlóaljparancsnokká nevezték ki, és a délvidékre menő nemzetőrségnek egyik zászlóalját vezényelte, és ő volt az egyik szervezője a Tolna megyei nemzetőrségnek, tehát tevékeny részese volt a Tolna megyei nemzetőrség megszervezésének. A kiállítás végpontja, tehát az ozorai diadal, amelyről egy egykorú, tehát 19. századi ábrázolás maradt fenn. Ez a olajkép a Megyei Múzeum leltárában szerepel, és azt a pillanatot mutatja, amikor Jelasics oldalvédje, Rót és Filipovics dandára
leteszik a fegyvert Csapó Vilmos nemzetőr őrnagy előtt. A képen láthatóak ugye a horvát határőrök, amint éppen a fegyvereket teszik le, és a két parancsnokuk, illetve Csapó Vilmos, aki a diadalban igencsak részese volt ennek a csatának. Nem is volt ez csata, van egy csataábrázolás is, ahol tényleg lőnek. Itt viszont lőnek, csak levegőbe lőttek, meg vonultak, tehát inkább csak, hát hogy úgy mondjam, a fegyverletétel ténye az igaz. Görgei Artúr csapataival és Percelmó csapataival szintén ebben az operációban benne volt. Igazán az érdem valóban Csapó Vilmosé és a tolnai nemzetőröké. A vitrínben látható fegyverek és a dob a Megyei Múzeum kincsei. A dob megjárta Ozorát, Róth és Filipovics dandárának fegyverletételekor került a magyar csapatok birtokába, és onnan pedig valamilyen úton módon a Megyei Múzeum tulajdonába. A fegyvereken kívül látható metszetek Hermann Robert eredeti metszetei, amelyek követik végig 47-es népképviseleti országgyűléstől Ozoráig az esemény történetet. Ezen kívül az OSK dokumentjai és a Tolna megyei levéltár dokumentumai egészítik ki ezt a képet.